Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Imre Majorból, és látjátok, hogy micsoda felvételi épületet raktak ide ez a megállóhoz. Egyébként ez volt korábban központi főmajor néven az egyik elágazó állomás. És itt még egy-két régi vágány is megmaradt, mi a teherszállítás miatt volt fontos, viszont ami most minket érdekel majd, az a Somogyszentpáli rész, ahol az egyik felhagyott vonalat fogom majd bejárni. De innen majd, akkor itt ezen az úton fogok menni a kis vonat mellett. Hát ugye most pont jött a csisztai, amikor odaértem az állomásra, úgyhogy ezzel eljöttem Imre Majorig, de hát a másikat azt nem váltanak, ami 35-kor jött volna. Kérdez, azért körülbelül 20-25 perc múlva fog ide érni. És valahol a nyílt vonalon azt is elkapom majd. És akkor majd mutatom majd az elágazást, hogyha odaértem, hogy melyik vonalat fogom bejárni. Akkor Balatonfenyvesi kisvasút, ott a csatorna túloldalán van a vasút, és itt fordul el itt a majom fele. Hát itt jön a másik oldalt egyenesen Pálházáig, és egy felszedett, hát egy már felszedett szárnyvonal az ott arrafele ment tovább, és egy olyan pár száz méter után így elfordult balra, és ott volt el a vége, de azt most időhiány miatt nem járom be, meg rából sok értelme nincs is, mert hát az tényleg csak egy majorságban vezető vonal volt, viszont itt volt egy ága a kisvasútnak, ami itt ment tovább egyenesen, és ott nagyjából, ahol most az M7-es autópálya van, ott fordult el jobbra, és csatlakozott be a mostani főágba. Tehát ez valahol ott az autópálya mellett, valahol azután, hogy átjött az autópálya alatt a kisvasút, és ott csatlakozott be. Na most ezt az ágat fogom bejárni, így akarsz, hogy tovább kell menni egyenesen, és majd az autópálya környékén elfordulni. Ha találok valami nyomot, akkor az éván fel fogom menni, de hát nem hiszem, mert ezt már hát vagy egy olyan 20 éve legalább felszedték. Azt mondja, hogy itt vagyunk már az M7-esnél, hát ezen az útvonalon jöttem, és hát ott az a nagy zaj, ez már mint az autópályától van, és hát de itt van a... De még ezen a térképen nincsen bejelölve, de itt van, de mindjárt mutatok egyet, amiben van. Megmutassam, ez a Fenyvesi kisvasút, és a fekete az a most aktív nyomvonal a Somogyszentpál fele, és ugye itt volt az elágazás, ahol jöttünk, és jelenleg itt vagyok most, itt. És itt csatlakozott be a főágba. Tehát látszik, itt még volt egy csonka vágány, de azt, hát már megnézem, mert szerintem a közút arra megy. És itt volt még egy másik, de ezt majd később fogom bejárni. Ezen még úgy tudom, egyszer ment egy külön vonat, amikor még a sinek megvoltak. Hogy ez ilyen hajtányokkal ezt bejárták, ez a szar, meg nem tudom, mit keresi. Hát igen, itt még a Csisztait is inaktívnak jelzi, ez nem egy up-to-date térkép, de ugye itt van a Táskai, ezt már bejártam. Itt van a Kundpusztai, ezt is bejártam már, és ugye itt a Csisztai ezen meg tavaly óta lehet vonattal is menni. És nekem is van róla videóm, hogy ezt is bejártam. Tehát és itt valahol. Hát jó, hát itt egy kicsit tél a nyomvonal a földúttól, de nyilván azt nem fogom tudni követni, mert az autópályára mégsem mehetek fel. Tehát majd itt idáig fogok elmenni, és még akkor ezt a kis nyúlfalkit is bejárom. És hát ugye erre fele kell tovább jönni. A baj, hogy hát igen, most feltámadt a szél. De remélem a szélzaj nem kavart be. Nem tudok vele mit csinálni, hát sajnos a széllel nem lehet megbeszélni, hogy várjon addig, ameddig videózok. De erre fele kell menni. Na hát erről érkeztem. És bizony itt van. Ez egy itt lent a kisvasút a térkép szerint, az autópálya alatt, úgyhogy megpróbálom mégiscsak, mert igen, az út nem arra vezet, de hát, ha itt el lehet menni mellette. Hát a más nem, akkor ide még mindig vissza tudok fordulni, és itt az úton, mert itt vagyok már egyébként nem messze. Ezt a hidat nézzétek, mert ez nekem gyanús, hogy kisvasúti volt. Hát minden esetre gyanús. Tehát lehet, hogy ez volt a kisvasútnak a nyomvonala. Valahol ezen a csatornán át kellett kelnie. Hát valahol itt jött a
nyomvonal, és itt ágazott be, ugye ez már a mostani, úgymond fővonal. Ugye, Imre Major fele arra. Szóval volt itt egy nyúlparti szájvonal, gondolom el a szivattyú telepre vezetett be, mert itt van egy törés itt a vonalban, itt errefele elkanyarodik, itt vagy ugye a GV állomás fele, és egyenesen tovább jött egy nyúlparti vonal, aminek nagyjából itt volt a vége. Itt, ezen a részen, tehát gondolom ide a szivattyú telepre vezetett be. Hát ebből szintén nem látszik semmi, ugye itt állok nagyjából, ahol a nyomvonal volt. És immár visszaérkezve a Balatonfenyves GV állomásra. Ez a vonalbejárás véget ért, látjátok, pont benne áll egy MK4 kocsival, következő Csisztai járat. Most már kisvasúttal át fogok térni a nagyra, játolom a vasútállomáson viszikét, aztán utána felszállok a vonatra és irány haza. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!